Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A levegővédelmi kérdéseket úgy próbáltuk megközelíteni, hogy első lépésben megvizsgáltuk a jelenlegi helyzetet, ezt követően azokat a munkálatokat, amik a projekthez szükségesek, azoknak a munkálatoknak a levegőterhelő hatását vizsgáltuk, és aztán végső soron modellezéssel azt a helyzetet próbáltuk megállapítani, hogy milyen változás fog történni a projekt megvalósulásával kapcsolatosan a mostani állapothoz képest. Ezt szeretném röviden bemutatni. Az első kérdés az volt, hogy milyen a levegő minőség. Ugye elég sok állomás van, ahol mérik a levegő minőséget, de ezen a területen hát szerencsétlenségünkre nem volt olyan állomás, amelyiknek az adatait ebben a kérdésben fel tudtuk volna használni, ezért 5 ponton fűtés és nem fűtési időszakban vizsgáltuk a jelenlegi állapotot 2x7 napon keresztül, és ezt használtuk föl az alap terhelés megállapításához. Igen, a piros pöttyök mutatják azokat a pontokat, ahol a mintavételeket végeztük. Tehát ezt az 5 pontot olyan megoldása, hogy legyen olyan is, amelyik a jelentős forgalmi utak mellett van, és olyan is, amelyik a belső munkaterületeknél lesz majd. Mit csináltam? Semmit. Ezeknek az emisszióméréseknek az eredményei lehet látni a táblázaton, és azt lehet látni, hogy a levegő minőség az mondjuk az éves határértékhez képest nem túlzottan jó, de azoknál a munkálatoknál, amit majd a projektnél figyelembe vettünk, azoknál nem is szükséges éves szinteket nézni, hiszen rövidebb ideig tartanak az egyes munkálat részek. Ezért a napi értékeket vettük figyelembe a megítélésnél. Azt lehet látni, hogy 2 olyan szennyezőanyag fajta van, ez nem meglepő, mert erre lehetett természetesen számítani, amelyiknek a vizsgálata fontos, és a nitrogénoxidok és a finom porok, tehát a PM10-es komponensek azok, amelyekre különösen oda kell figyelni. Azt lehet mondani, hogy a jelenlegi állapotban a méréseink alapján határérték túlépés nincs. Nos, ez egy nagyon fontos megállapítás, hiszen jogszabályok nem engednék meg a projekt megvalósítását, hogyha jelenleg már tartósan a levegő minőség nem felelne meg az előírásoknak. Bemutatnék néhány ábrát, amelyik a építési fázisban, igen, az építési fázisban látható majd. Tehát azok a munkagépek, amelyek majd az építés során megjelennek a területen, azoknak a levegő terhelő hatását néztük. Itt is természetesen a 2 fő komponens tekintetében. Az egyik a nitrogénoxid, a másik pedig a porszennyezés tekintetében. Azt lehet mondani, az a megállapításunk, hogy az építési területen kívül már nincsen határérték túlépés, nem várható határérték túlépés, egyik szennyezőanyagra nézve se, belül természetesen a munkagépek közvetlen környezetében pedig igen. Eljutottunk az utolsó kérdéshez, hogy mit várunk a jövőben. Tehát elkészítettük azokat a vizsgálatokat, aminek alapján ugye meg tudjuk mondani azt, hogy a levegő minőség hogyan fog változni a jelenlegi állapothoz képest. És egy pici kitérőt tennék, nagyon rövidet, hogy ugye az a hipotézis, hogy annak következtében, hogy több mint 1000 parkoló a felszínen megszűnik, és ezeknek a mozgása tulajdonképpen a jövőben már nem fog megtörténni, mert ezek be fognak menni a mélygarázsba,
ez tulajdonképpen azt a hipotézist erősítette meg bennük, hogy hát feltehetően a levegő minőség a jövőben inkább jobb lesz, mint rosszabb lesz. Ha belegondolunk abba, hogy a parkoló járművek a mély garázsban mozogva kibocsátják a szennyezőanyagokat, ezeket a szennyezőanyagokat, amiket a parkolóba elszívunk és nagy ventilátorokkal kifújunk a levegőbe, ezeket az emissziókat már nyilvánvalóan kisebb értékűnek kell tekintenünk, hiszen a parkoló téren belül már a levegő minőség nagyjából meg kell, hogy feleljen egy munkahelyi légtérnek megfelelő minőségben. Miután ez kikerül a levegőbe, nem a 1-2 méteren az utcán, hanem annál lényegesen magasabban, és még plusz egy olyan sebességgel, ami még egy virtuális magasságot ad a kibocsátáshoz. Tehát nyilvánvaló az, hogy ennek a hatása, majd ezt mutatom az ábrán is, nyilvánvaló, hogy ennek a hatása majdnem elhanyagolható, ami a végén itt ki fog menni. Megcsináltuk azt az összehasonlító táblázatot, hogy milyen volt a levegő minőség ezeken a pontokon, amit föltüntettem, és megnéztük, hogy hogyan fog változni ehhez képest. Azt látjuk, hogy lényegében mindenütt mínusz van, ami azt jelenti, hogy a levegő terheltség szintje az a megvalósulás után csökkenni fog. És akkor itt mutatom azokat az ábrákat, amik ugye, ha valaki azt gondolja, hogy a piros az tilos, de akkor ez nem így van, mert ebben az esetben csak azt jelenti, hogy ott a legtöbb az emisszió, de annyira pici értékek jönnek ki, hogy mondjuk szénmonoxid tekintetében egy határérték az 5000 körül van mikrogram per köbméterben, és itt pedig ami eredményt majd ez az emisszió hozni fog, az körülbelül 10 körül van. Tehát lényegében teljesen elhanyagolható mértékű ez a terhelés. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Steiner úr. Következik Almási Kollér úr. Amíg az előadó megérkezik a pulpitushoz, szeretném elmondani azt az információt, amire biztos úr is utalt már, és ezt akik valóban itt voltak korábban tapasztalatták már, hogy a miniszteri biztos úr által felügyelt honlapon, a városligetpark.hu című honlapon az összes előadás anyaga fenn lesz, a korábbiak is fent vannak, az összes táblázattal, az összes adattal, tehát aki esetleg itt fotózni akart, vagy írni akarta, akkor ezt nem kell megtenni, egy pár nap múlva ezek mind ott lesznek, a korábbiak is már ott vannak. Köszönöm szépen, Almási Kornél úr következik, és felkészül Bajzik Zsófia, a Városliget ZRT projektigazgatója.